A tavalyi emelkedés után stagnálnak a lakásárak. Miskolcon továbbra is a jó állapotban lévő panelprogramos ingatlanok a legkelendőbbek, az általunk megkérdezett ingatlan szakértő szerint. A magas kamatok miatt kevesebb a vevő, emiatt hosszabbodott a lakások eladási ideje, az alkunak is nagyobb a lehetősége. Nyílik az egyik eladó tapolcai családi ház bejárata. Tágas nappali, konyha, több háló és ízléses téli kert. Most azonban nem kifejezetten ezek az ingatlanok a legkelendőbbek a piacon. Ez egy 37 négyzetméteres avasi másfél szobás panel lakás, és talán ami itt a legfontosabb ebbe a mai piaci helyzetbe, itt az energiaválság közepén, hogy ez egy panelprogramos épület. Ami manapság különösen fontos szempont a modern és stílusos dizájn mellett. A szakértő szerint Miskolcon jelenleg az ilyen és ehhez hasonló lakások a legkeresettebbek. A vevőknek jó hír, hogy a lakásárak megtorpantak. Nem látható csökkenés, leginkább stagnálás, viszont bizonyos ingatlan típusoknál és ingatlanoknál látható egy nagyon kedvező árfekvés az összes többihez képest. Ezt a statisztikai hivatal adatai is alátámasztják. A KSH felmérése szerint 2022. harmadik negyedévében a használt lakások mindössze 1,1%-kal drágultak az előző negyedévhez képest. A szakértők azonban drasztikus árcsökkenésre nem számítanak. Annak ellenére, hogy kevesebb a vevő, emiatt meghosszabbodott a lakások eladási ideje is. Az általános statisztika az egy panellakás esetében országos szinten, hogy egy ilyen 60 és 90 nap közé tehető be. Az elmúlt időkben ugye az volt látható, hogy annak volt esélye ingatlant vásárolni, abban az árban, amiben fel volt tüntetve, hogyha már pénzzel érkezett abba az ingatlanba, nagyon sok esetben volt licit helyzet arra az ingatlanra. Mostanra azonban ez megváltozott. Az ingatlan szakértő elmondta, mostanra sokkal nagyobb a lehetősége az alkunak. Ennek most a bevők örülnek jobban, az eladók pedig kevésbé.